Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Múzeumi Esték sorozatunk 10. egyben befejező rendezvényén. Legutóbb egy hónappal ezelőtt láthattak és hallhattak a Magyar Történelem Vitatott Személyiségei sorozatunkból egy előadást, ma szintén témából szemezgetünk. Hamarosan Kádár János mindennapjairól, jelleméről, tevékenységéről lesz szó. Vendégelőadónk ma dr. Majtényi György történész, levéltáros, egyetemi docens lesz, akinek nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és üdvözöljük itt Zalaegerszegen, a Göcsei Múzeumban. A magyar történelemben számos olyan személyiséget találunk, akinek megítélése nem egyértelmű, sőt olykor szenvedélyes viták tárgyát képezi. A mai főszereplőnk áll korban, a legközelebb hozzánk. Lehet, hogy itt a teremben is ülnek olyanok, akik személyesen is látták őt, esetleg beszéltek is vele. Kádár János Zalaegerszegen is többször járt, erről írásos, fotó és filmdokumentációk is vannak, sőt, Zalai látogatás címmel egy kiadványt is megjelentettek az 1971. évi látogatásáról. Ebből megtudjuk, hogy a párt és városvezetőkkel megtekintette a Herszon lakótelepet, a dr. Hamburger Jenő általános iskolában is járt, ott találkozott az igazgatónővel, pedagógusokkal, úttörőkkel és kisdobosokkal. Ezután a Göcsei Falu Múzeumban is ellátogatott, ahol a látogatás végén még az emlékkönyvbe is beírta a nevét. Élete során és azután is számos legenda és történet keringett a személyéről, vendégelőadónk segítségével ma egy kicsit rendet teszünk. Milyen képet alakított ki magáról a Központi Bizottság első titkára, és ez vajon tükrözte-e a valóságot? Tisztelettel felkérem dr. Majtényi György történész előadásának megtartására. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lehetek. Hallható, ugye, amit mondok? Köszönöm szépen. Hogy ezt előre bocsátanám, hogy lehet, hogy el fog menni a hangom. Ez nem azért van, mert meg vagyok hatodva magamtól, vagy a témától, hanem valamilyen post-covid nyavaja, és nem is a YouTube közvetítésnek a hibája, de igyekszem majd minél hangosabban beszélni. Hogy az előadása Kádár Jánosnak a mindennapairól fog szólni, de bármilyen kérdés van az életpályájáról, vagy a politikus voltáról, arra is nagyon szívesen válaszolok majd, de hogy az előadás arról fog szólni, ahogy a beharangozóban is elhangzott, hogy hogyan élt ő a mindennapjaiban, milyen voltak a hétköznapjai a hatalom éveiben, és mindez hogyan viszonyul ahhoz a képhez, ami a korszakban Kádár Jánosról kialakult, és hogyan viszonyul ahhoz a mondhatni Kádár kultuszrólhoz, ami a puritán ember képét közvetíti az első titkáról. Mert elkezdem az előadást, felolvasok egy jellemző idézetet, elmondom, hogy honnan való az idézet utána, és hogy miért érdekes ez számunkra. Egy idézet következik. Ez a medence már ki volt ásva, és a betonmunkákhoz előkészítve voltak a vasvázak is. Ekkor a pártőrség parancsnoka kifogás tárgyává tette, hogy oda belátnak, és én ekkor szereztem tudomást arról, hogy ide fognak járni fürödni a felsőbb pártvezetőség tagjai is. Utasítást adtunk, hogy a föld emelkedését figyelembe véve úgy helyezzék el a medencét, hogy oda belátni ne lehessen. Ekkor azonban Péter Gábor még olyan utasítást is adott, ő volt az államvédelem főnöke, hogy a medencét egyben fordítsuk is meg. Így az egész vasfázat és a kiásott gödröt át kellett fordítani, és a medence azután így épült meg. A Péter Gábor perben egy államvédelmi tiszt így számolt be arról, hogy miképp építetett a főnökének kerti úszómedencét. Péter Gábor vallomása szerint, amikor ezzel a perben szembesítették, a medencét Kádár János is megirigyelte tőle, és rendelt magának egyet, holott ahogy Péter Gábor, az államvédelem korábbi vezetője fogalmazott, anyagiakban Kádár külön volt nálam, persze Kádár is szerette a szépet és jót. Ez arról szól, hogy ez az idézet, hogy hogyan éltek a rózsadombi világban,
a pártvezetők az 50-es években, és a pártvezetők közé tartozott Kádár János már az 50-es években is, és mint ahogy kiderül ebből az idézetből, ő is építetett a rozsadombi villáján, amiről még szó lesz, rozsadombi villájának a kertjében egy úszómedencét. Ennek az úszómedencének a történetéhez hozzátartozik, hogy Kádár Jánosnak nem sok örömet telt az ő úszómedencében, mire belügyminiszter volt 1948-ban, a rozsadombi villájába beköltözhetett, és ekkor rendelt egy úszómedencét a kertbe, és mire ez az úszómedence megépült, őt bebörtönözték a Ráskosi korszak egyik koncepciós eljárásában, és 1957-ben térhetett vissza ebbe a villába párt első embereként, de akkor egy tudatos imidzsváltás követően betemettette ezt a medencét, és a kertbe bábolnáról tyúkokat hozatott, és állítólag a tyúkoknak a ketrece, vagy a tyúkol, az pont ott volt ebben a villában, ahol korábban az úszómedence. És van a Kádár János néval egy késői interjú, amit a férje halála után adott, és ebben kérdezték, hogy miért, hogy szóba került a medence is, és a Kádár János úgy emlékezett, mintha a korábbi lakótól maradt volna ott, és azért temetették be, mert fűteni kellett volna a vizet, és az nagyon sok pénzbe került. Mindenesetre legendássá vált a rozsadombi tyúkból, hogy Kádár János olyan puritán ember volt, hogy a rozsadombi villájában tyúkokat tartott, és időnként a teraszról krumplihéjjal etette őket. Ehhez a történethez valóban volt tyúkból, és valóban etetette őket krumplihéjjel az első titkár, de hozzátartozik a történethez, hogy természetesen a tyúkokat nem ő gondozta, és reggel a kormányőrök engedték ki, és zárták őket vissza a tyúkolba esténként. De az első titkárnak nem csak ez az egyik nevezetes szokása, hogy tyúkokat tartott, ide még egy történet a tyúkolhoz, hogy a Berecz Jánosnak, egy másik pártvezetőnek, a Kádárkor egyik jellegzetes alakjának a visszaemlékezésében olvasható, hogy a Kádár állítólag büszke volt rá, hogy a reggeli kakas kukorékolás, ami mindig elhangzott a kertjében, az zavarta tőle nem messze lakói és Gyulát, és megjegyzést tett arra, hogy ez egy népi írót hogyan zavarhat. És hát az I.S. tényleg nem messze lakott tőle, ez is igaz lehet. Nem tudjuk, hogy zavart-e valóban a kakaskukorékolás, vagy ez is csak része a tyúkol legendáriumának, de a Kádár minden vendégének megmutatta ezt a tyúkolat, de több más nevezetes szokása is volt. Ilyen volt, hogy mindig szimfónia cigarettát szívott, gyufával gyújtott rá, vagy az, hogy ismert volt, hogy Hokedlin ült a konyhájában, az is elterjedt róla, volt egy kis sámli, amire szívesen lekuporodott, és ő kedvenc étele a krumplis tészta, vagy a káposztás cvekedli lett volna. Ezek egymásnak, vagy egymás kiegészítő történetek. És minden ilyen történet 1956 utáni Kádár Jánosról szól, és kérdés az 56 előtti Kádár János, tehát még a hatalom éve előtti Kádár János az különbözötte bármiben is a többi pártvezetőtől, és úgy tűnik a források, a levéltári források alapján, ezzel kapcsolatban van bármilyen kérdés, szívesen beszélek róla, hogy Kádár nem igazán különbözött a pártvezetés többi tagjától, hogy nagyon hasonlóan élt, mint ők az 50-es években. Tehát a Rákosi korszaknak egy úgymond szürke eminenciása volt, akit nem igazán lehetett megkülönböztetni a többiektől, ugyanúgy járt vadászatokra, ugyanúgy használta a fekete állami autókat, ugyanúgy rozsadombi villában lakott, és hát nem igazán tűnt másmilyennek, mint a pártvezetés többi tagja. Erről is van egy jellegzetes epizód, amit felolvasok, hogy egyszer a Szél Jenő emlékezett, aki 56-os volt, de Kádárt személyesen is ismerte, hogy az 50-es évekbeli Kádár Jánosra, és ő idézte fel évtizedek múltán Déri Tibor író és Kádár János egyik beszélgetését. Idézem. Valaki erdélyi, magyarul tudó, román beszélgetett Dérivel erről arról, és kérdezte, hogy most mi van Rajkkal, aki most külügyminiszter. Déri mondja, hogy igen, most külügyminiszter.
És ki most nálatok a belügyminiszter? Déri elkezdi a homlokát simogatni. Azt mondja, ki is most nálunk a belügyminiszter? És odafordul a mellettülő Kádár Jánoshoz. Nem tudod, kérlek, ki most nálunk a belügyminiszter? Mire Kádár nevetve mondja, de igen, én vagyok. Jaj, bocsáss meg, kérlek szépen. Ez egy jellegzetes történet abból a korszakból, és mutatja, hogy nem Kádár János volt akkor még a pártvezetésnek a legjellegzetesebb tagja, vagy akinek a legmarkánsabb egyéniségűnek tűnő tagja. És az, amit ma Kádár Jánosról tudunk, az annak a kultusznak a része, ami 56 után alakult ki a személyek körül. A Rajner M. János történész elemezte részletesebben, hogy mit gondolt a közvélemény Kádár Jánosról, vagy milyen képet alakított ki a Kádár János a közvéleményben magáról 1956 után, és azt mondta, hogy ennek a jelenségkörnek két fontos eleme volt. Az egyik a munkás származás, hogy az emberek úgy láthatták Kádárt, mint egy munkás embert, aki nagyon hasonló hozzájuk. Ezt tudjuk, hogy ez részben legenda volt, vagy a legendárium része, mert Kádár János igazából sohasem dolgozott munkásként. Ő egyébként írógép szerelőnek tanult, ami egy ilyen nagyon elit szakma volt a háború alatt. Ma ilyen informatikus munkakörhöz lehetne, vagy professzióhoz lehetne hasonlítani, hogy az írógépszerelők nagyon kevesen voltak, helyszíni javításokat végeztek, inkben kellett járniuk, stb. Tehát ugyan a vasas szakszervezethez tartoztak, de nem egy igazán jellegzetes vasas szakma volt az övék. A másik lényeges eleme volt ennek a kultusznak, amire Rajner M. János utal az egyik tanulmányában, vagy könyvfejezetében, az, hogy Kádár János ugyanúgy szenvedett az 50-es években, mint a magyar társadalomnak a többsége. Ez nagyon, hát sok szempontból igaz, hogy bebörtönözték őt, egy monstrepert tartottak ellene, hogy van egy hosszú történet annak, hogy mi történt vele a börtönben, de kétség kívül szenvedett a Rákosi korszakban ő is. És ezek alapján egy olyan kép alakulhatott ki róla a közvéleményben, 56 után, hogy Kádár János nem igazán különbözik a hétköznapi emberektől, ugyanúgy élt, mint ők, ugyanolyan, mint ők szinte, és hogy ő is szenvedett a Rákosi rendszer évtizedei alatt. Ez azért lehetett fontos, ennek a képnek a kialakítása, mert segíthette Kádár János uralmának az elfogadását, az ő uralmának a legitimációját. A korban a pártvezető kultuszát személyi kultusznak nevezték, és hát ez egy ilyen korabeli zsargon volt a pártvezetők között is, és maga Kádár János is elhatárolódott Rákosi személyi kultuszától, attól a fényüzéstől, és attól a dicsőítéstől, ami a főtitkárt az 50-es években veszte. És van egy ilyen történetírói fogalom is, amit használunk erre a jelenségre, és ez pedig a vezérkultusz. És a vezérkultusz pedig azt jelenti, hogy az aktuális vezetőt, vagy az éppen regnáló vezetőt a társadalom előtt úgy ábrázolják, mint a karizmája révén, vagy személyes tulajdonságai révén ő volna egyedül alkalmas a társadalom vezetésére, bizonyos feladatok megoldására, és ilyen módon legitimálják az uralmát. És ez a vezérkultusz fogalom, ez szerintem Kádár Jánosnak a korabeli kultuszára is alkalmazható. Hogy ennek is nagyon sok tudatosan alakított eleme volt, és nyilván különbözött Kádár Jánosnak az életvitele a Rákosiétól, de ettől függetlenül, hogy ő nagyon sok tekintetben hasonlóan élt, mint a korábbi pártvezetők, és hasonlóan ahhoz, mint ahogy korábban az 50-es években élt, mégis egy egészen más image alakult ki róla az emberek körében, a társadalom körében, és ez az őt körülövező kultusz, ez részben egy ilyen társadalmi imaginációként születhetett meg, hogy az emberek el akarták képzelni a pártvezetőjét az 56-os forradalom bukása után egy reménytelen helyzetben, és részben annak nyomán is alakult ki,
ahogy a Kádár János személyesen ezekre a társadalmi elvárásokra, a magatartásával, mindennapi életvitelével reagált, részben tudatosan, részben pedig talán ösztönösen is. Hogy mindenre, ami fölmerül, vagy egy kérdés, arra szívesen válaszolok, hogy mutatok egy-két képet, jó, a Kádárnak a korabeli mindennapiról, ami segíthet megérteni a kultusz és a mindennapok közötti különbségeket. Hogy azt lehet tudni, hogy a Kádár János a Kádár villában, ami Budapesten, a Rózsadombon, a Cserje utcában található, 1948-ban költözött be, és ez egy volt képviselőtársától, egy Vértes István nevű politikustól szerezte meg. Ez egy 173 négyzetméteres villa volt, de először az édesanyjával, utána a feleségével költözött be, és gyakorlatilag ketten éltek ebben a villában. Ezt a börtönévek alatt elvették tőle, és csak 57-ben térhetett vissza a Cserje utcai villába. És hát ugye a korban a pártvezetőknek a kiváltságait azt 4K-ként is emlegették, vagy 3K-ként is, több változata van ennek a mondásnak, de ez a kiváltságaikat jellemezte. Volt az úgynevezett K-vonal nevű telefon, ugye megmutatom, ez egy, ha itt van, igen, hogy a minden pártvezető rendelkezett egy úgynevezett közvetlen vonallal, amin közvetlenül hívhatták egymást, illetőleg ilyen fontosabb állami szerveket. A 4K-nak egy másik fontos eleme volt a kégli, ahol laktak. A 4K közé sorolták még a kocsit, ami egy másik kiváltság volt, és a mondásnak, tehát hogy volt a K-vonal, a kégli, a kocsi, és a külföldi út lett volna a negyedik K, de más változata is voltak ennek a mondásnak. Ugye az egyik szerint a kékestető, a kiváltságos üdülés tartozott bele, a kerepesi temető, bocsánat, a kútvölgyi kórház, következő a kútvölgyi kórház, ahol a kiváltságos orvosi ellátást kapták, és a harmadik volt a kerepesi temető, ahol még halálukban is elkülönítették őket a munkásmozgalmi panteonban. De voltak más verziói is ennek a mondásnak, hogy voltak, akik a kutyákat is ide sorolták. A Kádár házas pár például egy kutyafarmot létesített még az 50-es években a Cserje utcai villa kertjében, erről több visszaemlékezés is van. Kutyákat aztán nem találták meg, nem kapták vissza a börtönévek után, de ez egy ilyen mellékes történet, és volt egy olyan változat is a mondásnak, hogy a kurvákat is ide sorolták. Ez Kádár Jánosra bizonyosan nem volt igaz, de más pártvezetőkkel kapcsolatban, személyével kapcsolatban fölmerültek ilyen pletykák is. És ami érdekes, hogy a pártvezetők az életvitelükben nagyon sok tekintetben követték a Horthy-kori elitnek a szokásait, mondhatni a hagyományát. Ez úgy alakult ki, hogy a másik világháború után a Magyarországra hazatérő pártvezetők először Városliget környéki villákat szereztek meg maguknak. A Városliget két oldalán helyezkedtek el a lakásaik. Az magasabb rangú személyek, akik a négyes fogadba tartoztak, Rákosi Mátyás, Révai József, Farkas Mihály és Vas Zoltán, ők a Hermine út felüli részén ilyen elegáns villa lakásokat kaptak a pártnak, és a alacsonyabb rangú funkcionáriusok pedig a Dózsa-György út felüli részen kaptak polgári lakásokat, és egy idő után zavaró volt, hogy a közvélemény, úgymond a nép látja, hogy élnek a pártvezetők, fekete autókat, amik szállítják őket, az öröket, akik vigyáznak rájuk, látszik, hogy személyzet forgódik körülöttük, sofőrjeik vannak, és ez úgy azt mutatta, hogy valamilyen ellentmondás lehet a rendszer ideológiája és a rendszer vezetőinek az életvitele között. Ugye a korban volt egy mondás erről, egy vicces mondás, hogy a szocializmusban a munkásosztály itala a konyak, de választott képviselői útján fogyasztja el. És hát, hogy nem akar, hogy egyrészt biztonsági okokból is, másrészt meg nem akarták, hogy ez az életmód ennyire feltűnő és érzékelhető legyen.
Egy idő után a pártvezetők a Rózsadom, Pasarét és a Budai hegyvidék más ilyen árnyas telkeire költöztek, ahol az ősfás telkeken, a forgalomtól távol eső területeken bontakozhatott ki a nyilvánosság elől elzárt életvitelük, és 48-tól kezdődően fokozatosan mindenki oda költözött. Kádár János is az első időszakban még a Városligetnek ez a Hermine út felé eső részén kapott egy villát, ez a Hungária körúton volt, de nagyon közel a Rákosiék viláihoz. Őt egyébként mindig megbecsülte a Rákosi féle pártvezetés. Egészen addig, amíg a megtorlás, a koncepciós perek nem érték el az ő személyét. Tehát egy időben őt úgymond a Rákosi egyik magyar felfedezetjének tartották, és kezdetben egy ilyen kicsit atya-fiúi kapcsolat is volt kettőjük között. És 48-ban ő is más pártvezetőkhez hasonlóan a Rózsadombra költözött. Itt nagyon érdekes, hogy elvileg a szocialista ideológiából az következett volna, hogy nem ezekbe a historizáló világba költöznek be, és nem neobarok bútorokkal rendezik be a világikat, de az történt, hogy amikor beköltöztek a pártvezetők ezekbe a világba, akkor ezek a világban található helyiségek, például a Lég villában volt egy szalon, ez a Kádár villának a szalonja, egy szép ilyen fakeretes márványkandallóval, neobarok berendezéssel, falakon Egri József, Szőnyi Istvári, Prónai képekkel, hogy mindenhol volt egy szalon, ami alkalmas volt ilyen társaság élethez, így adta azt a teret, ahol a pártvezetők szalon életet élhettek egymással, és ennek a világnak az aljában, most nem tudom megmutatni pontosan, hogy a világnak csak az alsó része volt meg, a felső része azt később építették rá, de nincs róla a korabeli fotó, és az alagsorban, ez egy a Rózsadom egyik legmagasabb pontja, a háttérből látható a parlament épülete. Az alagsorban volt a házvezetőnőnek a lakása, vagy a kis szobája, és ott voltak elszállóásolva a sofőr és a kormányőr is, és a kertet pedig az Óbudai TSZ gondozta. A Kádár házas párkönben a velük együtt élő bejárónőt azt eufemisztikusan elvtársnőként emlegette, de az látható, hogy ezek a rózsadombi világ és a korábbi városligeti világ olyan tereket kínáltak, ami nagyon hasonló volt, tehát a sofőr lakása, a bejárónőnek a lakása, a reprezentatív hal, cselédszoba, a kertész lak a kertben, stb. Ahhoz, hogy a pártvezetők szinte önkéntelenül is folytassák a kortikori középosztálynak és az elitnek az életmódját. És hogyha megnézzük ezt a világnak, a korabeli berendezését, az is mutatja, hogy eléggé kevéssé látszik rajta a rendszernek az ideológiája, kevéssé tükröződik vissza. Nincsenek Marx, Engels, Lenin ábrázoló képek a falon, viszont vannak nagy értékű festmények, és hát szép egységes neobarok berendezése van a villának. Kádár híres volt arról, hogy szeret sakkozni. Ez a sakkasztala, ez is egy ilyen neobarok darab, nem annyira puritán, mint akár elvárhatnánk. Ez pedig a híres, vagy nem híres, ez a hálószoba, ahol a Kádár házas pár aludt, és ott van egy ilyen kis éjjeli szekrény, és itt látható a híres sámi, hogyha látható lenne, de sötét a képe miatt nem látszódik. De érdekesség, hogy ezt a kis sámét is avatott kezek a hálószoba egységes neobarok berendezéséhez hasonló színűre pácolták, hogy ne logjon ki a berendezésből. És így el kell mondani, hogy nem csak a kádárházas párnak, hanem másoknak is a korban ilyen lakberendezők segítettek abban ízlésesen rendezzék be a párt bútorraktáraiból a lakásaikat, és hogy kezdetben úgy történt ezeknek a világnak az elkobzás és a pártvezetőknek való kiutalása, hogy volt egy ilyen eufemisztikus elnevezésű elhagyott javak kormánybiztosság, ami összegyűjtötte az elhagyott világokat, vagy valakit külföldre kényszerítettek annak a házát és a javaikat, és ez osztotta szét a pártvezetők között. Ez Vas Zoltánnak az irányítás alatt működött,
és később pedig az államvédelem vált úgymond a kor reprezentatív idegen, vagy ingatlan kezelőjévé. Tehát az államvédelem, amikor valakit távozásra kényszerített az országból, útlevelet adtak neki egy 8000 forint értékű összeg fejében, és elkobozták a villáját és az ingóságait is, és az államvédelem adta tovább ezeket az ingóságokat a pártvezetőknek. Ez a kép a Kádár-Gyula későbbi rendszerváltás utáni átépítését mutatja, így néz ki ma az épület, és hát itt a háttérben, hogyha nagyobb lenne a kép, itt látszódna a parlament, egy gyönyörű, gyönyörű panoráma nyílik a hátsó teraszról, és nyílt akkor is a városra. Ugye ez a villa volt a Kádár János mindennapjainak a tere, itt fogadta időnként a barátait, igazából barátai nem voltak, de a közel ismerőseit, akiket klubtagoknak is nevezett, és és emellett viszont a hivatali szobája az a pártcégházban volt, erről azt kell tudni, hogy még ez a belügyminisztériumi, ez a mai képviselői irodaház, ez belügyminisztériumi épületnek épült, Kádár János miniszterség idején kezdték el építeni, és később, amikor bebörtönözték, elveszítette az itteni irodáját is, és ide is csak a hatalom éveiben térhetett vissza. A hatalom éveiben ő mindent visszaszerzett, a korábbi, a feleségét nem kellett visszaszerezni, ő a parlament lépcsőjén várta, amikor a szovjet tankokkal megérkezett Budapestre. Állítólag az a híres párbeszéd, úgyhogy most anekdotákat mondunk, az a híres párbeszéd játszódott le kettőjük között, hogy a 56 napjában ők a parlamentbe menekültek, vagy ott éltek, mert a rózsadombi világból hát a pártvezetők elhagyták, többet elfoglaltak a forradalmárok, erről több cikk is megjelent akkor, és hogy a parlamentben éltek, és amikor megjött Kádár János a szovjet tankok élén, megérkezett Budapestre, akkor a feleség azzal mondattal fogadta, hogy ezt a szart már nem kellett volna elvállalnod, ezt nyugodtan hagyhattad volna másra, de tudjuk történetben, hogy Kádár ezt elvállalta, és mindeset hatalom éveiben mindent visszaszerzett, ami korábban az övé volt, nem csak a villáját, hanem a korábbi irodáját is ebben a mai képviselő irodaházban, ami akkor a KB székháza volt. Ez a Kádárnak a dolgozószobája, így nézett ki. Ez az íróasztala, itt egy ilyen, főjebb egy tárgyalóasztal volt 12 székkel, itt egy kép a sakkozó Leninről, és itt kisebb képek voltak, az egyik, ami a híresebb kép, ez egy fénykép volt 1957. május 1-éről, amit kirakott kirakatott a Kádár az irodájában, és ez ugye a Kádár rendszernek a megszilárdulását jelképezhette a számára. Azt mutatta, hogy mekkora tömeget vonultattak föl 56 leverése után Budapest utcáin. És ugye ennek a szobának hangulata, hogy ez másmilyen, mint a rózsadombi villa. Ez valójában olyan, mint amilyennek egy pártvezetőnek az irodáját elképzelhetnénk. Ez különben úgy nézett ki, hogy volt egy kis fogadóhelyiség, mögötte volt a titkárnő szobája, rajta keresztül lehetett bejutni a Kádárhoz, és a Kádár szobája mellett volt egy kis pihenőszobona, nyílt egy terasz a pártcégház mögötti parkra, ami most is ott van, és oda járt ki időnként cigarettázni a Kádár, és hát itt dolgozott ebben az irodában. Egyik ilyen legenda volt vagy róla kialakított képnek az eleme volt az, hogy milyen sokat dolgozott. Valóban egy ilyen szigorúan vette a munkáját, szigorú volt saját magával szemben, és hát egy ilyen hát egy olyan hivatalnak volt, aki betartotta a hivatali szabályokat, és betartotta azt másokkal is. A Kádár titkárságot a párt KB-n belül, a központi bizottságon belül Vasbrigádnak hívták a Kádár által megteremtett fegyelem miatt. És a Kádárnak mindent elolvasott, az íróasztalán látszik egy lámpa, ezt Honeckertől kapta, ez egy ilyen szociál lámpa, és ilyen csehszlovák kék, piros és fekete ceruzákkal jegyzett, tehát egy meghatározott rend szerint
minden határozatra és előterjesztésre, ami megfordult az asztalán. És hát ugye az a képéről, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozott, de fölmaradtak a határidő naplói a kádárhagyatékban, és ebből tudható, hogy nagyon sokat volt szabadságon, gyakorlatilag egész nyáron szabadságon volt. Kezdetben ilyen másfél hónapot töltött különböző helyeken, leginkább Balatonaligán, később ez a 70-es évektől két hónap időtartamra növekedett, amit pihenéssel töltött. És hogyha annak idején valaki belépett, 1972 után belépett a pártszékház kapuján, ahol a Kádár irodája is volt, egy hatalmas pannót látott, amit a híres művész Bernát Aurel és munkatársai alkottak meg. Ez 1972-re készült el, azt tudható, hogy Kádár 60. születésnapja. Ez volt állítólag a nagy tojásrántották időszaka a pártszékházban, majd megtapadjon a fal festményei, tojással is ragasztották a falhoz, és az őrök meg a pártszékház többi munkatársa ekkoriban állandóan rántották, reggelizett, ebédelt, meg vacsorázott. De ami érdekes, hogy Bernát Aurel a képre, vagy erre a pannóra, ez egy hatalmas fali kép, most is ott van a képviselő irodaházban, néha letakarják függönnyel, néha meg rájönnek, hogy ez fölösleges, és akkor leleplezik, hogy ezzel látszódik a sakkozó Kádár. Tehát, hogy magát a megrendelőt is egy ilyen reneszánsz hagyomány szerint megfestette a művész és a művész kollégái. És háttal mögött pedig Acél György kibicá. És ez a pannónál így nehéz eldönteni, hogy mi volt a művész szándéka, hogy egyszerűen egy ilyen hódolatát fejezte ki a rendszervezetője iránt, ez is lehetséges, de sokan azt gondolják, ez inkább fricska, vagy valamilyen geg volt, hogyha a pannónak a többi részét most nem látszódik, de hogy a munkások is vannak rajta, akik nem dolgoznak, nem tolják a talicskát, beszélgetnek, stb. És ami érdekesség, hogy a Bernát Aurel ráfestette Nagy Imrét is erre a pannóra, csak hogy felismerhetetlen legyen a cvikker nélkül, hogy ez is talán egy gesztus lehetett a rendszer és a rendszer vezetője felé, vagy vele szemben. De mindenesetre érdekes ez is, hogy a Kádárkorban elvileg elutasította a személyi kultuszt, a pártszékházban egy olyan pannó volt, amin a pártvezető maga volt látható, és hogy jött egy külföldi küldöttség, vagy bármilyen vendég, hát Kádár, a sakkozó Kádár képével találkozhattak. Hát és a Kádárról az is elterjedt, ugye, hogy ő nagy sakjátékos volt. Itt van ez a sakkozó Lenin eszkömen, ő is, ezt tudjuk, ezt a mítoszt, ezt ő is táplálta. Itt van ez a sakkozó Lenin tábrázoló festmény. A Time címlapján a Kádár János ezelőtt a festmény előtt fotózkodott. És itt is ugye nagy sakjátékosként, egy nagy stratégiaként látszódik. Az tudható, hogy ő tényleg szeretett sakkozni, és különféle történetek vannak arról, hogy mennyire volt ő jó sakkozó. A történettudomány szempontjából ennek nincs jelentősége, csak mégis így mutatja a kultusz és a mindennapok közötti kapcsolatot. Azt tudjuk, hogy gyakran átjárt a sakkszövetségben, hogy lefényképezték ott vállára vetett zakóval, ahogy figyeli a sakkmeccsek alakulását. És a Portis Lajos híres, valóban nagyszerű sakkozó is sakkozott Kádár Jánossal. Időnként hivatalos is volt a Kádár villába, ahol ezen az asztalon játszhatott, egy-egy partira, és egyszer a Portis megkérdezték arról, hogy a Kádár valójában hogy sakkozott, és ő azt mondta, hogy tapintatosan annyit mondott, hogy jultizni azért jobban tudod. És a Kádárnak egyik ilyen szenvedélye a sakkozás volt, amit említettem. A másik olyan sport, amit nagyon kedvelt, és tudhatóan üzlet is fiatalkorában, az a foci volt. Ő gyakran lefényképezték foci meccseken is. És azt tudhatom, hogy 1946-ban megrendezték a Nemzeti Parasztpárt és a Magyar Kommunista Párt foci meccsét, akkor ő is játszott a kommunisták soraiban, és később is kijárt meccsekre. Vasas szurkoló volt, amivel szintén azt a munkás származást erősítette az emberekben, ami nem feltétlenül volt valós, vagy hogy ő maga vasas munkás lett volna. És érdekes adalék a Kádár rendszerrel kapcsolatban, hogy azt tudható, hogy az 50-es években átnevezték a fociklubokat, és egyik fociklubnak az elnökségébe egy pártvezető ült be, a vasasnak az elnöke,
már 46-ban Kádár János lett, és hát később erről a pozíciójáról le kellett mondani, de hogy ez egy jellegzetes adalék volt, hogy amikor 57-ben egy ilyen rövidebb bajnokságot rendeztek az 56-os forradalom után, akkor azt a Vasas nyerte meg, és sokan szimbolikusnak tekintették, ez is jele volt annak, hogy Kádár János megérkezett a hatalomba. És 57-ben pedig a Ferencváros és az MTK visszakaphatta a régi nevét az Édoszkinizsi, illetve a Bástya után, és ez egy ilyen gesztus lehetett a közvélemény felé, hogy a kádári rendszer másképp fog építkezni, mint a Rákosi rendszer korábban. És amikor 63-ban a fradi szurkolók számára évszázadnak tűnő 14 év után ismét bajnokságot nyerhetett, egy ilyen rendszerellenes csapatnak számított a Ferencváros a szurkolói miatt, akkor a szurkolók állítólag azt a rigmust kiabálták a lelátókon, bajnok lett a Ferencváros, fasz a gyerek, Kádár János. Tehát, hogy ami mutatja, hogy nagyon, úgy tűnt, hogy nagyon sok minden az első számú vezető személyéből, személyiségéből következik ebben a rendszerben. Hát és hát említettem ezeket a kikapcsolódást, ilyen volt a sakk, a foci, és ilyen lesz a vadászat is, amiről később fogok beszélni. És említettem azt, hogy a Kádár János nagyon sok időt töltött a különféle pártüdülőkben. Az egyik ilyen emblematikus, itt egy sakkozó kádárkép, az egyik ilyen emblematikus hely az Balatonaliga volt, erről most lehetett sokat hallani a híradásokban, éppen most dozerolják le a területet, és ami ilyen szállodalánc, vagy valami hasonló épül ott. A Balatonligáról azt kell tudni, hogy Balatonliga egy üdülőtelep, de hivatalosan egy falu volt a Horthy-kor végén, és szerepelt a községnévtárakban, például 1943-ban önálló településnek számított, és az 45 utáni községnévtárakban lehetünk Balatonaliga, és ennek az volt az oka, hogy a pártvezetők rátaláltak erre a falura. Ez a falu nagyon, tehát hogy a Balaton déli partján van, de pont ahol a hetes út leér a Balatonhoz, és nagyon közel esett a fővároshoz, szépnek számított, szép középosztálybeli világ voltak itt, és egyszerűen a pártvezetők elfoglalták ezt a falut. Ez úgy zajlott, hogy Vas Zoltán, aki korábban az elhagyott javak kormánybiztosságát is irányította, az ő felesége jött lenyaralni először ide az orvos szakszervezetnek az üdülőjébe, megtetszett neki egy ház, azt állítólag a Vas család lefoglalta, más funkcionárisok megfordultak náluk vendégségben, ők is lefoglaltak egy-egy házat, és egy ide után eltűnt a falu, mert az egész falu egy ilyen pártüdülővé vált, és a falu központban levő községháza tett ennek az üdülőtelepnek az étterme, és az elegáns villák azok pedig a pártvezetőknek a villái lettek. Kádár már az 50-es években is nyaralt így gyakran. És a pártvezetők nem csak Balatonaligát használták nyaralásra, de ez volt a legfontosabb üdülő, de mellett Földváron, Tihanyban is volt a Balatonparton pártüdülő, és volt Leányfalun is egy pártüdülő, Dobogókön, és hát mások is voltak, volt egy a Római parton is, de ezek voltak a legjelentősebbek, és Balatonnál még Balaton a Rácson volt egy villa, ami nagyon népszerű volt már az 50-es években is, és tudható, hogy a Kádár a börtönévek után 54-ben is itt nyaralt, és 57 után nagyon sokszor használta a Balatonarácsi villát. Ez a Brázai Zoltán nevű iparmágnásnak a villája volt, ezt is most rombolták le. Egy nagyon szép építészetek és egy szép villa volt, egy modern épület, és ez, hát volt hozzá borospince, szép kilátás a tóra, és nagyon előkelőnek számított. És mivel a Kádár gyakran nyaralt itt, aki ide eljuthatott, az egy rangnak tekintette ezt, hogy úgy szólván egy ágyban aludhatott Kádár Jánossal. Aliga meg úgy alakult a Kádárkorban, hogy a Kádárkornak az volt a jellegzetessége, hogy egyik jellegzetessége a Rákosi korhoz képest, hogy rögzült a pártvezetésen belüli hierarchia, és Aligát is két részre választották, Aliga 2-re és Aliga 1-re.
alig a ketten voltak ezek a reprezentatív régi villák, és alig egyen, pedig ezen alsóbrangú funkcionárisok nyaralhattak. Például biztos, hogy az alai párt szervezetből is megfordultak itt. Itt voltak ilyen kisebb bungalók, és ilyen faépületek is a párt funkcionárisának. És a két területet egy kerítés választott el egymástól, ahol sorompó volt, és az alsóbrangú funkcionálisok láthatták, amit a fekete Mercedesek, fekete autók begördülnek alig a kettőre, és érzékelhették azt a távolságot az életvitelben is, meg azt a társadalmi távolságot, ami elválasztotta őket a pártvezetésétől, és ott is lebeghetett célként szemünk előtt, hogy idáig lehet eljutni a pártkarrier során. De érzékelhették is a hatalmi különbséget. A Kádárnak itt egy külön villát építettek, ez akkor nem így nézett ki, ez egy nagyon szép modern épület volt, ez a 4-es számú villa volt az üdülő területén. Ez pedig a Brázai villa, ami szintén sokat használt. Ez a jellegzetes K-vonalas telefonja, ami akkor szintén egy hatalmi szimbólumnak számított. És azt kell még elmondani a kiváltságok kapcsán, hogy hát mindenféleképpen a kiváltságok közé tartozott az autó, ennek hosszú története van, de az 50-es években csak szolgálati használatra lehetett autót kapni, egy-két kivételtől eltekintve. 57 után a kádári hatalomnak a társadalom felé tett gesztusaként indul meg az autók magánforgalma ismét, és az 50-es években érdekes volt, hogy a pártvezetői szintén nem igazán követve a rendszer ideológiáját, nyugati autókat szereztettek be maguknak, ekkor a legnépszerűbb autó a Chevrolet Bel Air és a BMW-nek az egyik típusa volt. És 54-től kezdtek föltűnni a Mercedesek, és a Mercedes lett az S-osztályú Mercedes lett a Kádár korszaknak a reprezentatív autója. Ezt használták a pártvezetők, és én zárójelben jegyzem meg, hogy a Csajka nevű szovjet autó, az a fekete sirály, ez olyan ritka volt, mint a fehér holó, tehát mindenki fekete Mercedes-t akart magának szerezni. És egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy amikor Magyarország 54-ben elveszítette a berni döntőt, akkor törtek ki az első utcai tüntetések Budapesten, nagy utcai tüntetések a rendszer kiépülése óta, mivel a rendszernek az egyik tartóoszlopa tölt ki az arany csapat veresége kapcsán, és a pártvezetők az aranycsapat sikereit saját legitimációjukra próbálták felhasználni, és ekkor az egyik ilyen pletyka, ami terjedt, ezt lehet tudni a levélterű forrásokból, az emberek között az volt, hogy a pártvezetők fekete Mercedesekért eladták a nyugat-német államnak ezt a meccset. Ez biztos, hogy nem volt igaz, de jelzi azt, hogy a fekete autó is a hatalom szimbólumává, vagy az elitnek a társadalomtól való elkülönülése szimbólumává vált ebben az időben. És hát a Kádár, ezt az S-típusú Mercedes-t, ezt Kádár Mercinek is nevezték. Kádár, ami jelezte, hogy a Kádár volt akkor a hatalom csúcsán a Kádár rendszerben, de Kádár maga leginkább a különvonatán, az Ezüstnyílnak nevezett különvonaton szeretett utazni. Csak annyira nincsen sok idő, hogy szeretnék időt hagyni a kérdésekre is, de van egy nagyon fontos eleme a korszak elitjének. Itt az elit szót azt nem ilyen normatív értelemben használom, tehát ez nem egy értékteremtő kategória, hanem egy társadalmi pozícióra utal, az elit ebben az értelemben azt jelenti, akik a legtöbb kiváltsággal jelentkeztek a korban, akik nagyon sok szempontból a társadalmi hierarchia csúcsán álltak. És a pártállamban az elitnek az egyik kedvelt szokása volt a vadászat. Ezt lehet tudni, a kommunista vezetők már 48-tól kezdődően vadásztak, és először az új 45 utáni rendszerben, amikor még az átmeneti demokratikus időszakban a kisgazdák kezdtek el vadászni, mert már korábban is vadászok voltak, és ők alakították meg először a parlamenti vadásztársaságot, de az ő nyomukba lépve fokozatosan egymás után a kommunista párt vezetői is puskát ragadtak, Rákosi, Farkas Mihály, Gerő Ernő volt az egyetlen, aki nem vadászott, ő neki annyira rossz volt a szeme,
hogy ez megakadályozta ebben, de rajta kívül mindenki, és Kádár már ekkor 48-ban elkezdett vadászni, és mindenkinek volt egy kedvelt területe. Rákosi leginkább Gyulajra járt, Kádár már ekkor is Gemencet kedvelte a legjobban. Ami nagyon érdekes, hogy 1963-ban, ugye a rendszer konszolidációjának a szimbolikus éve, ekkor hirdetik ki az amnestiát, ami valójában csak részleges amnestia, de a kádári konszolidációnak egy emblematikus éve, és ekkor a Kádár megalapított egy egyetértés vadásztársaság nevű társaságot, ami a pártvezetőknek a szűkköri vadásztársaság lett, és ez is a konszolidáció ideológiájának egyében történt a pártvezetésen belül, hogy azt akart, hogy másképp történjenek ezek a vadászatok, mint a Rákosi korban, hogy szabályozottak legyenek, tudja mindenki, hogy hova mehet, hogy hogyan vadászhat, de mégis ez az egyetértés vadászatosságnak a megalakítása, ez nagyon sok szempontból a hortikori elitnek a szokásait, társadalmi életét támasztotta föl. Már csak amiatt is ugyanazokat a vadászterületeket használták, amelyek korábban kormányzói, még korábban királyi vadászterületek voltak, és mivel a pártvezetés kezdetben úgy alakult már az egyetértés vadászatosság, hogy 18 tagja volt, azok az emberek kerültek be, akik a hierarchiában a legfelső szinten álltak. PB tagok voltak, KB titkárok, az akkori rádió és televízió vezetője, az elhárítás vezetője, tehát a pártelit vadászhatott az egyetértésben, és fokozatosan bővült az egyetértésnek a tagsága. Természetesen ez Kádár János személyek köré szerveződött, és 1974-ben már ilyen 60 főre hízott a társaság, ami azt jelentette, hogy mindenki, aki a hatalom közelébe akart kerülni, az együtt akart vadászni Kádár Jánossal, és be akart kerülni abba a társaságba, ami a hatalomba tartozásnak a jelképe volt ebben az időben. És nagyon érdekes, hogy egy idő után már nem csak ilyen formális pozíció alapján lehetett bekerülni ebbe a társaságba, nem jól helyezkedő megyei első titkárok is bekerülhettek, államtitkárok, és nagyon nagy mértékben ez a Kádár Jánoshoz fűződő személyes kapcsolatukon múlt, hogy kikerülhetett be. És ami érdekes volt, hogy emellett alapítottak a pártvezetők gyermekei részéről egy vadásztársaságot, ez volt az Ifjú Nimrod vadásztársaság, és egy másikat pedig a feleségek részére. Kádár János feleség is vadászott, ő leginkább a Cél György feleségével vadászott szívesen, és ez volt a Nimrod hölgyek összefogása. És ez azért történt, mert a Kádárt állítólag zavarták a családi vadászatok, ő azt akarta, hogy mindenki fegyelmezetten viselkedjen, stb. És ami érdekes, hogy tehát a társaságon belül ezt lehet tudni a visszaemlékezései dokumentumok alapján, hogy Kádár János akart ennek a társaságnak az alfa és az omegája lenni. Ugye többféleképpen lehet irányítani egy társaságot. A Rákosi időben ez úgy történt, hogy mindenki gyakorlatilag rohant a Rákosi után, és próbálták másolni az ő szokásait, de a Kádár így másképp szabta a szabályokat, másképp diktálta a mintát, és ezeken a vadászatokon, ha ő leengedte a puskát, akkor másoknak is le kellett engedni. Ha az ivászatról ő távozott, akkor illő volt elmenni. Tehát, hogy mindenféleképpen az ő személye került ennek a társaságnak a középpontjába. És el kell mondani, hogy a 70-es évekig gyakorlatilag ő használt ezt a társaságot klientúraépítésre, és később, amikor már elfáradt, idősebb volt, és nem tudott rendszeresen járni vadászni, akkor ismét formalizálták a bekerülésnek a rendjét, tehát egy hivatali pozícióból következően lehetett bekerülni, hogy nem volt érdeke az, hogy a társaságon belül más töltse be azt a szerepet, amit korábban ő töltött be. Ez a kép Kádár János mutatja időskorában egy vadászatnak a szünetében. Hát sok mindenről lehetne még beszélni, és kérdésekkel kapcsán nagyon szívesen válaszolok, vagy mondok többet, Kádárnak az életviteléről, még amit talán érdemes kiemelni, hogy azok a külföldi útjai, hogy ő is sokat utazott külföldre, mint más pártvezetők. Azt lehet tudni, hogy neki egy nagy, hát egy meghatározó élménye volt, ez leveleiből is kiderül. 1960-ban Ruscsovval a Baltika nevű
hatalmas hajó fedélzetén New Yorkba utazhatott az ENSZ közgyűlésére. Itt minden pártvezető tengeri beteg lett, és a Kádárnak a leveleiből tudjuk, amit a feleségéhez írt, a felesége később visszaemlékezéséből, hogy nagyon büszke volt, hogy a tengeri betegség ellenére tudta állni a sarat, és együtt ivott Hruscsovval az érkezések után. És a Kádárnak az egyik ilyen jellegzetes tulajdonsága, ilyen személyes, jellemző személyes tulajdonságokat keresünk, az az alkalmazkodó képessége, hogy nagyon jól tudott más emberekhez alkalmazkodni, és akár magával szemben rokon szenvet is ébreszteni, hogy ezekből a levelekből, visszaemlékezésből kiderül, hogy Hruscsovval tudta tartani a lépést az ivászatban, ha szükség volt rá, ami nem volt könnyű, dokumentálható, nem volt könnyű. És de hogyha például Brezsnyevvel találkozott, ő amúgy is sokat dohányzott, de Brezsnyev társaságában rögtön láncdohányossá vált. És a Kádár házaspár nagyon sokat utazott, Kádárnak egy másik élménye volt a kínai utazása, voltak a feleségével együtt Brioni szigetén, Titónak a birtokán, ami szinte egy ilyen meghatározó élmény volt a Kádár házaspár számára, és a Kádár Jánosnél később sokat mesélt az 1979-es római utazásukról is. Ezek is fontos részei voltak az ő magánéletének. És hogyha az egészhez néhány összegző mondatot vagy gondolatot kellene mondani, akkor azzal zárnám, és ezzel is fogom zárni, hogyha megnézzük ezeket a képeket, amelyek Kádár Jánosnak a mindennapjairól, hétköznapjairól tudósítanak, akkor az tűnik ki belőlük, hogy valójában sokkal kisebb volt a különbség az ő életvitele és más pártvezetőkék között, mint azt a róla kialakult kultusz alapján gondolhatnánk, ami a puritán embernek a legendáriumát építette, egy olyan emberét, aki alig különbözik a társadalom többi tagjától, a hétköznapjaiban értük robottól szerényen, és a mindennapjaiban pedig hozzájuk hasonlóan szerényen él. Tehát, hogy a Kádár János esetében nyilván a mindennapok és a kultusz által diktált kép között van egy jelentős különbség, és ennek a társadalmi szempontból az a jelentősége, hogy ez a kultusz is sokat elárulhat arról, hogy miért és hogyan épült ki a kádárkori társadalom, és hogy milyen legitimációs technikák működtek ebben a társadalomban. A pártvezetés személy szerint Kádár hogyan tudta és próbálta magát elfogadtatni az emberekkel, és az 56 utáni Magyarországon milyen képzetek fogalmazódhattak meg a hatalomról, hatalomhoz való viszonyról, és hogy általában hogy milyen társadalmi attitűdök létezhettek. És akkor most még egy ilyen lábizetes megjegyzés, ezt most nem bírom kihagyni. Tehát, hogy nem akartam nagyon tudományosabb beszélni, és nagyon szívesen mondok további részleteket a Kádár életéről, de hogy van egy ilyen társadalomtörténeti vagy szociálpszichológiai fogalom, amit én szoktam használni a tanulmányaimban ennek a kor társadalmi lélektanának a leírására, és ez a resentiment fogalma. Ez a resentiment, ez egy ilyen Nietzsche-i fogalom, és egy olyan állapotot ír le, amikor a társadalomban nem tud egy igazi ellenállás létrejönni, hogy a társadalomban nincs meg az a szolidaritás, ami nagy társadalmi csoportokat képes létrehozni, és a társadalmi csoportok közötti összefogás révén egy erős társadalmi ellenállás. És a resentiment társadalmát úgy kell elképzelni, hogy vannak benne ellentétek, indulatok, de ezeknek az ellentéteknek és indulatoknak nincs igazi célpontja. És a kádárkori társadalom is leírhat egy ilyen társadalomként, az 1956-os forradalom utáni kollektív csalódás után, amikor az emberek elveszítik a hitüket a változásban, abban, hogy a rendszer megváltoztatható, a rendszer keretei lebonthatók, és a pártvezetésnek is az igazi célja, személy szerint Kádár Jánosnak is, hogy a társadalom a pártvezetésben egy közvetlen ellenséget lásson, és az indulatok más irányba csatornázódjanak be, és ezt szolgálhat az a kultusz is, amely Kádár Jánost olyan embernek mutatta, aki nagyon hasonlatos a hétköznapi emberekhez, az életét is hozzájuk hasonlóan éli, és a története, az, hogy a Rákosi korszak alatt szenvedett, is hasonló az ő történeteikhez. Köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket. Köszönjük.
Köszönjük szépen Majtényi György történésznek az előadását, igazán élveztük, tényleg szerintem sok érdekes dolgot megtudtunk Kádár János mindennapjairól. És akkor önöké a kérdezés joga, ettől függetlenül itt van a kezemben egy okos eszköz is, ugyanis a YouTube csatornán is követnek minket néhányan, hát ha a chat falra is kerülnek föl kérdések. Tessék, és már jön is az első kérdés. Ja, Kádárnak az édesapjáról? Hát ugye nagyon érdekes a Kádárnak a történet, hogy egy törvénytelen gyerek volt, és hogy az édesanyja filmében szolgált cselédlányként, amikor ő született, és az édesapja Kezinger János nevű Somogy megyéből származó parasztember volt, hogy lehet, vagy vannak olyan legendák, amelyek egy ilyen előkelőbb származást tulajdonítanak Kádár Jánosnak, de hogy az ő élettörténete szempontjából, vagy az ő karrierje szempontjából az egésznek az a jelentősége, hogy ő nagyon nehéz körülmények között él gyermekkorában. Az anyjára összekaposolt a nevelőszülőkhöz, akkor onnan akkor tudta fölvinni Budapestre, amikor már iskolába adhattam, hogy ő dolgozott mellette. Csak Kádárnak volt egy féltestvére, aki szintén törvénytelen gyerek volt, a Csermanek Jenő, hogy mind a kettőket az édesanyjuk nevére anyakönyvezték, és a testvérem 48-ban meghalt egy ilyen baleset következtében, leszakadta az erkély, de hogy törvénytelen gyereknek lenni nem volt könnyű Magyarországon, és különösen nem volt könnyű egy olyan törvénytelen gyereknek lenni, aki nélkülözésben élt. Csak Kádárnak a saját magáról alkotott képében az biztosan beletartozott, hogy ő a Horthy-kornak az elnyomott szegény társadalmi csoportjaiból származik, ami bizonyosan igaz volt a munkás múlttal, vagy a munkássághoz való tartozással ellentétben. Egyébként volt egy féltestvére, aki az édesapjának volt a másik gyerek, és időnként őt is Jánosnak hívták különben. De ez is mutatja, hogy mennyire tartott az édesapja Kádárral kapcsolatot, vagy mennyit gondolt rá. Ez a féltestvére János napkor mindig fölkereste a Párcékházban, és van egy-két fotó fölmaradt róla, és nagyon hasonlítottak egymásra, de nem alakult közöttük ki bensőséges kapcsolat. A Kádár biográfia szempontjából inkább az az érdekes, hogy az édesanyjához egy nagyon szoros kapcsolat fűzte őt a feleségéhez, és akit az édesanyja halála után vett feleségül, és igazából akkor költöztek csak össze. De erről is még hosszú történet, hogy igazából az apa úgy érdekes az életrajzban, hogy az apa hiánya volt emblematikus a Kádár számára, és az, hogy ő egy törvénytelen gyerek volt, aki az anya nevén élt, igen. És miért a Kádár nevet vette föl? Hát lehet tudni, hogy a munkásmozgalomban, ugye a részt vett a munkásmozgalomban, mindenkinek ilyen álneveken kellett tevékenykednie. Itt több álneve is volt, egyik ilyen név a Barna János volt. Többen majd mondták, hogy Szürke Jánosnak is hívhatták volna, mert nem volt egy igazán jellegzetes képviselője akkoriban a munkásmozgalomnak. Másik a Kádár János volt, és emellett döntött. Én is inkább ezt választottam volna. De ez... Hány éves volt akkor? Hát 12-ben született. És a háború után már Kádár Jánosként, tehát hogy 20 éves korában. Tessék itt erről is, hogy a Szegedi Napfogóság belül ki volt, nagyon jó barátságban voltak, hogy miért éreztettek. Hát ez is egy nagyon hosszú történet, hogy a jó barátság az így, az túlzás, hogy azt lehet tudni, ugye, hogy október 28-a után, addig a pártvezetés ellenforradalomnak bélyegezi az eseményeket, Kádár része a pártvezetésnek, amíg ilyen bonyolult körülmények között Moszkvába nem kerül, és elárulja a társait, hogy ő nem tartozott a Nagy Imre közvetlen környezetébe, de hogy október 28-ig után ő is azt az álláspontot képviselte, mint a Nagy Imre féle vezetésnek a tagjai, tehát hogy úgymond a forradalom oldalára állt. Azt lehet tudni, hogy a megtorlások során megvannak azok a feljegyzések, ahogy a Kádár hozzászól a politikai bizottság ülésein, és hogy hát őt valószínűleg ilyen szemet szemért, fogad fogért elv
vezette, hogy azt akarta, hogy, hogy egyrészt ezek a megtorlások elrettentőek legyenek, és hogy arányban legyenek az, hogy ahány áldozata szerinte a forradalomnak volt. És azt lehet tudni, a szovjet vezetés közvetlenül nem kérte tőle a Nagy Imréknek a kivégzését, hogy ez az ő személyes bűne volt, és ez nyilvánvalóan járulás volt a saját elvtársaival szemben. További az egyik történelmi járulása. További kérdés. És van egy érdekes kérdés, hogy egyszer volt egy lengyel pártvezető nála, és akkor beszélgettek az 56 utáni megtorlásról, és van egy Mitterrand feljegyzésről, ami azt mondja, a Kádárt mennyire bántották, hogy törték az 56 utáni bűnei. Például ezt gyakorlatilag a saját elvtársai ellen, korábbi harcostársai ellenlépett föl, és hát gyakorlatilag ő a bűnös halálukban, és az utolsó beszédéből is azt tűnik ki, ez egy élete végig őt bánthatta, vagy egy lelkis megfudás okozott benne, de van egy ilyen beszélgetés egy lengyel pártvezető, ami egészen cinikusan beszél róla, és azt mondja, hogy a 56-ban kezdett kifőni a fazékba a leves, és ők rátették a fedőt és szorosan lenyomták, hogy ne jöjjön ki a leves a fazékból. Tehát tudott egészen cinikusan is beszélni a saját bűneiről és árulásáról is, és voltak olyan példák, amikor valóban úgy tűnt, hogy lelkismert fújdalást érez miatta. Van-e további kérdés? Hogyha nincs, akkor nagyon szépen köszönjük Majtini György történésznek ezt a bravúros előadást. Köszönjük szépen, hogy sok érdekes dolgot megtudtunk a történelem könyveken kívül. És akkor én még csak azt mondom el, egy tapsot szerintem megérdemel. És akkor én még csak azt mondom el a továbbiakban, hogy ez a múzeumi esték előadás sorozatunk reményeink szerint ősszel folytatódik, úgyhogy ezt a sorozatot most egy kicsit nyári szünetre elküldjük, de aztán itt nyáron nálunk nagyon sok minden érdekes történik. Például ebben a teremben július 1-én egy nagyszabású és gyönyörű időszaki kiállítás nyílik, június 25-én pedig múzeumok éjszakája rendezvényre invitálom önöket, rengeteg program várja önöket, majd koncertek, különleges tárlatvezetések, érdekes előadások, időutazás, élmény hátán, úgyhogy kívánom, hogy ezt a programot, ezt az időpontot jegyezzék be a naptárukba, és akkor itt várjuk önöket akkor, tehát egy szombat este, de mindent a Facebook weboldalunkon és a napi és heti újságokban megtalálnak. Várjuk önöket, akkor is tartsanak velünk, és akkor most pedig nincs más hátra, mint hogy kellemes estét kívánjak önöknek a továbbiakban.